Köszöntöm a kedves nézőket! Kérem, töltsék velem az elkövetkezendő boldog órát! Így kell ezt csinálni!
Mai vendégem Sklenár Gabriella, azaz Baby Gabi. Szia, ja. Gabi! Szia! Köszöntök mindenkit, meg téged Nagyon is. Szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorban. Én köszönöm a meghívást. Hát, tudjuk azt, hogy egy pár évvel ezelőtt sok-sok férfi örömére a Playboy magazin címlapján szerepeltél. Tényleg sok-sok éve volt. Fiatal voltam. És azóta már vékony. Szerintem most sem panaszkodhat. Igen, nagyon érdekes volt, mert úgy gondoltam, hogy meg átrágom én ezt azért, nagyon sokat rágottam, és akkor megbeszéltem a kiadóval is, hogy akkor mit gondol erről, és mondta, hogy ha bevállalom, akkor szerinte ez egy tök jó dolog. Azt mondták nekem akkor a főszerkesztő, hogy hát azért én nem vagyok olyan hú de nagy név, az én nevemmel nem fognak tudni annyi példányszámot produkálni, mint amennyire én gondolnék, de mondtam, hogy nem baj, akkor vágjunk bele, csináljuk meg. Én úgy tudom, hogy abban az évben az én példányszámom adta, abból adták el a legtöbbet, úgyhogy megcáfoltuk ezt. De azóta már ugye férhez mentél, két gyermek édesanyja vagy, és az éneklés mellett, ha jól tudom, egy fodrászatot vezet. Igen, na akkor kezdem. Jövőre leszünk most már a férjemmel 10 éves házasok, nagyon elment az idő. Gyerekeink 6 évesek lesznek, és én már nem csinálom a fodrász üzletet, mert egyszerűen a gyerekek mellett nem, egyáltalán nem volt már időm, és azért sem volt időm, mert az a sok betegség, ami jött az óviból, hol az egyik volt beteg, és nyilván nem egyszerre voltak betegek, hol az egyik, hol a másik, nem tudtam én ezt már úgy csinálni, ahogy egy ekkora vállalkozást kellene, úgyhogy én más vizekre elvesztem, lemezkiadónál dolgozom, testhez álló adminisztrációs munkákat végzek, közben készítettünk egy új lemezt, és folyamatosan készülnek az új dalok az új lemezre, ami majd vagy évvégén, vagy jövőre fog megjelenni. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy közben férhez mentél, 10 év elrepült, na de azt revesgetik, hogy a te férjed olyan, mint Kalambó felesége. Mindenki tudja, hogy van, létezik, de senki nem látja. Képzeld, de már volt olyan, aki azt mondta, hogy biztos nincs is férjem. Annyira olyan, mint Kalambó felesége, így van, nem szakmabeli, és mi annak idején én is így szerettem volna, és ő is, úgy döntöttünk, hogy nem rólunk fog szólni a média, nem a kettőnk házasságáról, nem semmiről, úgyhogy a médiának tartogatom az aranylemezt, ha majd egyszer lesz, a médiának tartogatom az új lemezt, és mindent, ami velem kapcsolatos, teljesen mással foglalkozik, vállalkozó, és mielőtt megkérdeznéd, ez így is marad, sosem fogom bemutatni a nagy közönségnek, mert nem szeretné ő se, és szerintem ez így egy egészséges dolog. És ezt így jól tudjátok akkor kezelni, ezek szerint ő jól viseli azt, hogy tiéd a reflektorfény? Abszolút, és támogat mindenben, tehát, hogy pont a valamelyik nap kérdezték tőlem, hogy de hogy tudsz elmenni a gyerekektől fellépni? Hát úgy, hogy kell hozzá egy olyan férj, aki addig vigyáz a gyerekekre, tehát nem esünk soha semmitől se kétségbe, mindig mindent meg tudunk oldani. És ez nagyon fontos, hiszen ez a hosszú párkapcsolat titka. Így van. És tudok olyan párokról is, hogy csak azért mutatja be a médiának, és csak azért, hogy mondjuk ellensúlyozza azt, hogy ne legyen köztük féltékenység. Hát igazából nem tudom, hogy ki milyen indítatásból. Én nem szólom le azokat, meg nem ítélem el azokat, akik bemutatják. Nyilván ehhez kell a pár is, aki azt mondja, hogy figyelj, persze én nem vagyok reflektorfénybe, de nagyon szívesen kiállok melléd egy címlapfotózásra. Mi ezt annak idején megbeszéltük, meg én azt gondolom, hogy egy vállalkozónak nem feltétlenül kell az újságokba szerepelni, mert ő dolgozik, ő tök más világban él, tehát az, hogy most itt cikkezze, nem, halott ügy, tehát nem. És ez így a jó, így jó, nekem ez így jó. Így van, és a lényeg, hogy nektek jó legyen, mi pedig továbbra is gondolkodunk és elképzeljük a kis kizeltünkben. Jó képű, nagyon jó képű, azt azért elárulom. Na hát akkor ez egy üzenet legyen neki innen, hogy tetszik a feleségének, hál' Istennek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél Köszönöm ma hozzánk, és akkor kérlek, fáradj a színpadra, és énekelj nekünk. Köszönöm. Igen.
Ideges
esőben ásztam, órákon át, kihajt utcán, szélvihar vár. Olcsóbb igaz, hogy lesz még tavasz, s újra simogat a napsugarak. Elmúlt a nyár, semmi jól nem hozott, a napsugár belőtt nem ragyogott, hideg az éj, sötét.
Ha jó a hangulat, sajnos a percek is gyorsan szállnak. Mai műsorunk véget ért, egy hét múlva tartsanak velünk. Ma éjjel kirúgunk a hámból.